Az Ösztánc Rovat szakmai partnere a Nemzeti Táncszínház. Ez itt a Kultéka Rádió Q99.5-ön, ahogy ígértem, táncszínházi programajánlóval térünk vissza, méghozzá Németh Katalinnal, a Nemzeti Táncszínház művészeti menedzserével vagyok itt a vonalban, vagy van velünk a vonalban, akit élőben kapcsolok Kaposvárról, ahol a Nemzeti Táncszínházat képviseli a 8. Kaposvári Gyermek és Ifjúsági Színházi Biennálén. Katalin, szeretettel üdvözöllek! Én is téged üdvözlöm, a hallgatókat. Milyen előadásokkal van, lesz jelen a Nemzeti Táncszínház az Ifjúsági Színházi Biennálén? Két előadással és egy szakmai programmal vagyunk vendégei ennek a nagyszerű fesztiválnak. A Nemzeti Táncszínházban 2013 óta úgynevezett táncszínházi nevelési programokat, táncszínházi nevelési előadásokat készítünk, kettő is van a repertoárunkon, az egyik a Horda 2, ami középiskolásoknak szól, a másik pedig az Igaz Történet alapján, ami pedig 12-14 éves általános iskoláskorú gyerekeknek szóló előadás. Ezek komplex tánccal, kortárs tánccal és kisebb, kis csoportos foglalkozásokkal vegyített előadás. És ebből a két előadásból most az Igaz Történetet hoztuk el ide Kaposvárra, ahol a szakmai közönség és a nagy közönség remélhetőleg ugyanúgy kedveli majd, mint két éve a Horda 2-t, akkor azért az előadásért díjat kapott a Nemzeti Táncszínház, nagyon nagy büszkeségünkre. Ezen kívül a Nemzeti Táncszínház együttesi köréből Bozsi Kivett társulatnak a Csizmás Kandúr című előadása lesz látható még a héten. Ennek is nagyon örülünk, hiszen a Nemzeti Táncszínház repertoárján futó gyerekelőadások tánc műfajában ugyanolyan népszerűek, mint akár a bábos vagy a prózai előadások, és erre is nagyon-nagyon büszkék vagyunk. Ami most zajlik éppen, az a módszertani szakmai programunk. Nemrég fejeződött be Kunat Illának, a Közép-Európa Táncszínház művészeti vezetőjének a mozgásismereti táncórája, avagy táncismereti mozgásórája. 10-12 fővel egy nagyon különleges, nagyon egyedi hangulatú mozgásórát tartott, ami nagy büszkeségünkre még a zsűri egyik tagja is részt vett, úgyhogy ez egy különleges alkalom. Tehát aktívan mozgott, aktívan saját élményi résztvevője volt a foglalkozásnak. És perceken mellül kezdődik az első kis filmünk, egy módszertani filmet készítettünk a Horda 2-ről, ennek a vetítése perceken belül kezdődik itt a Csokonai Színházban. Ugye, hogy amellett, hogy a Nemzeti Táncszínháznak a repertoárján vannak gyermekeknek, illetve az ifjúságnak szóló előadások, ahogy te is mondtad, ugye a beavató program, vagy az ezekhez kapcsolódó, feldolgozó foglalkozások is évek óta meghatározóak a színház életében. De hogyan látod egyébként, hogy ez az egész széna, ugye a fiataloknak szóló színház, az mennyire alakult át az elmúlt években? Ezt ugye nyilván a saját repertoárotokon, a saját magatok által meghatározott irányokban is láthatod, illetve hát egy ilyen fesztivál, biennáli alkalmával is. Így van, én azt gondolom, hogy a színházpedagógia, a gyerekek, az ifjúság számára megkínált új formák most a virágkorát élik Magyarországon. Majdnem minden közszínháznak, különböző kulturális szintereknek, majdnem mindegyiknek van olyan típusú foglalkozása, vagy programsorozata, vagy komplex előadása, amiben mind olyan eszközöket vonultatnak föl, amelyek segítik, próbálják segíteni a befogadást, próbálják az élményeket gazdagítani, és hát miután benne van a színházi nevelésnek, hívjuk nagyjából átfogóan ezeket a programokat, tehát mindegyikben valamilyen módon azért nyilván ott van a nevelés, vagy legalábbis egy olyan szándék, amiben nyilván gazdagodik a személyiségük, esetleg ismeretátadás is folyik. Tehát ezek most szerintem nagyon-nagyon gazdag kínálata van ezeknek. Ezen belül a Nemzeti Táncszínházét azért tartjuk mégis egy kicsit különösebbnek, hiszen itt a tánc nyelvét is nagyon komolyan és nagyon közvetlenül kínáljuk a gyerekeknek, és nem másképp,
úgyhogy ők maguk is megmozdulnak, tehát egy felkínált keretben, egy felkínált kontextusban a gyerekek ugyanúgy világ legtermészetesebb módján kezdik alkalmazni a mozgást, mozgásáltak kifejezhető érzéseket, mint akár a verbális úton, beszéd útján. Ez nekünk egy nagy felismerése az elmúlt 3 évre, és ennek nagyon-nagyon örülünk. És hát ugye ez alkalommal nem csak a gyerekek, meg a közönség tagjai mozdulnak meg, hanem ahogy mondtad, hogy a zsűri is adott esetben, vagy a szakmai közönség. Úgyhogy erre még nekik is bárkinek van módja május 7-ig, hiszen eddig tart a Gyermek és Ifjúsági Színházi Biennálé Kaposváron. Itt a Nemzeti Táncszínház produkcióival is lehet találkozni, amelyekről Német Katalin, a Nemzeti Táncszínház művészeti menedzsere beszélt az elmúlt percekben. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk a vonalban. Köszönöm a lehetőséget. Egy program a programokról. Zene, kiállítás, előadás és ami mögötte van. Kultéka. Minden kedden este 6-tól 7-ig Halász Glóriával.